Továbbá 19-én tárgyalhatja a képviselőház döntő fórumként azt a jogszabályt, amely kötelezővé teszi bizonyos alkalmazotti kategóriák esetében az uniós digitális COVID-igazolványt. Az USZERE azzal vádolta a többi politikai alakulat honatyáit, hogy a késlekedéssel emberéleteket kockáztatnak. Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint az USZERE tudatosan félretájékoztat. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a szenátus elutasította azt a jogszabályt, amely kötelezővé teszi bizonyos alkalmazotti kategóriák számára az uniós digitális COVID-igazolványt. Az elfogadásához 68 szavazatra lett volna szükség, de kettővel kevesebb gyűlt össze. A döntő fórum azonban a képviselőház és az USZERE azzal vádolta meg a honatyákot, hogy elutasították a tervezett sürgősségi eljárásban való tárgyalását. Csoma Botond RMDSZ-es parlamenti képviselő szerint erről szó sincs. Előtte viszont mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a többséget meggyőzzék a jogszabály fontosságáról. Mondta. Tekintve, hogy egy fiaskó volt a szenátusban, tekintve, hogy a képviselőház egy sokkal nagyobb testület, mint a szenátus és döntőház. Itt nem olyan kijelentésekre van szükség, amely esetleg azt akarja bizonyítani, hogy most ki elkötelezettebb ezzel a törvénytervezettel szemben, hanem ki kell alakítani egy olyan politikai akaratot, ami szavatolja azt, hogy nem járunk úgy, mint a szenátusban, és ezt a tervezetet el tudja fogadni a képviselőház. A PNL és az RMDSZ közös tervezete előírja, hogy az egészségügyi minisztérium hatósága vagy koordinációja alá tartozó állami és magánintézmények, az egészségbiztosító pénztár, a katasztrófavédelem, a légirendészeti felügyelőség és az orvosi laboratóriumok alkalmazottai csak COVID-igazolvány birtokában dolgozhatnak. A szakbizottságok egyébként elfogadták azt a módosítást is, amelynek értelmében a COVID-igazolvány kötelező valamennyi helyi és központi hatóság és közintézmény, önálló ügyvitelű vállalat alkalmazottja, illetve minden olyan irodaházban dolgozó személy számára, amelyben egy időben 50-nél többen tevékenykednek.